csendes Székesfehérvár, pláne augusztus közepén az ünnepekhez közeledve. Itt a táncházban sem lesz egy szimpla hétfőn, illetve keddesten buli. Semmi jó hangulatra, jó zenére és jó táncra nem kell számítani, de hogy nem. Így van, megmutatjuk, hogy mi történik ma, vagyis hétfőn, illetve kedden itt a táncházban, és rögtön majd a Mesterkurzus című előadással kezdjük ezzel a produkcióval. Hol is voltál te délután 5 órakor ma? Hát én híradót vezettem, ne haragudj kérlek. És ezért nem tudhatja egyébként Kajzer Tamás kollégám, hogy 5 órakor itt már buli volt a táncházban, ugyanis a legkisebbek, illetve az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutatták be, mit is tanultak ebben az esztendőben, úgyhogy először szerintem nézzük meg azt, és aztán. És aztán pedig akkor folytatódik a buli, tehát ez az én igazi felkonform, hogy folytatódik a buli, mert megnézzük majd akkor másodikként a Mesterkurzus című előadást, ami a Táncművészeti Egyetem 2021-es végzős hallgatóinak a profi produkciója lesz, úgyhogy tartsanak velünk! Nagyon szeretem, mert eléggé csúszós, és könnyen belemegy a csizmában, vagy csizmában a lábam. És így viszont a nadrág se jön ki belőle. Nem, így nem. Hála Isten. Mondjuk a csizmából alapból nem jön ki, és igazából ez egy ilyen biztonsági, hogyha véletlenül kisebb a nadrág, akkor ezzel letapasztom. Sárga, az hiszen a más világa. Nekem a családomból igazából senki nem táncol, de én viszont mindig próbára is nagyon szívesen jöttem, és hát benne van a véremben. Anyukám táncolt sok évig, és még középsős koromban beiratott ide táncolni, és azóta engem nagyon érdekel a néptánc, és azóta szeretném csinálni. Mit szeretsz benne? Ugrálni, meg jól érzem magam, miközben táncolok. Hát én főként a legénytáncokat szeretem, a csapásokat. Azért normál esetben ilyen nagyokat nem szoktam segíteni öltözni, mert már tudnak egyedül öltözni, csak most a gyorsaság miatt, hogy biztos, hogy képen legyen. Mivel ez fejcsiki, ezért most csak egy alsó szoknya van, meg ez a felső szoknya, de egyébként van jóval több alsó szoknyás is. Ez most akkor a nyári verzió? Hát igen, mondhatjuk így is. Már csizma lesz rajtuk. Hát igen, csizmában meg 2 zokni, hogy biztos rajtam maradjon, úgyhogy az alsó rész az nem annyira a nyári verzió. Meginkább azt szeretném megmutatni, hogy mennyire jól érzem magam, és hogy hálás vagyok, hogy ennek a részese lehetek ennek a királynapoknak, hogyha ilyen formában is, hogy itt lépünk fel, vagy esetleg a Zicsi színpadon, mind a kettő hatalmas élmény. Mit jelent neked a néptánc, és mit jelent a székesfehérvári királynapok? Hát a néptánc nagyon sok mindent jelent, közösségtől elkezdve családon át mindent. A királyi napok pedig egy hagyomány és élmény igazából, amit minden évben nagyon várunk, mert ez az egy hét, ez egy hatalmas sürgésforgás, ahol mindenkinek jut valami feladat, és érezzük, hogy tényleg a közösség része lehetünk. Én a juniorban táncolok, és mi felcsiki táncokat fogunk előadni. Ez is egy erdélyi tánc, viszont nem azokhoz a nagyon látványos, forgatós erdélyi táncokhoz tartozik, hanem sokkal inkább valahogy a mulatást tudjuk átadni ezen keresztül, sokkal inkább egy ilyen nagy közösségként együtt táncolunk. Nagyon megvan a szépség a forgatós táncoknak is, viszont én ebben azt szeretem, hogy bulizhatunk egyet, ha fogalmazhatok így közösen a színpadon. Még hogy sírva vigad a magyar. Hát ez nem igaz. Lehet, hogy sírva is, de az biztos, hogy itt most nem az lesz. A
csúcskáskat kérném szépen a kalapom, jó? Figyelj! A kalapom fekete, fekete. Bocs, a lányoknak is hadd mondjam el. Vagy jó? Bocs. Nyugodtan. Tehát az van, hogy lányok, mezőségi, bemegyünk, konferálás alatt bemegyünk, beállítjátok a padokat, leültök, és vége a konferálásnak, és akkor bejátszás, hogy törödöm, és indul az ének. Fejcsiki táncokat fogunk táncolni. A felkészülés hát kicsikét érdekes volt, de azért nagy nehezen sikerült összehozni. A próbáink kicsikét másabbak voltak, mint általában, de megcsináltuk. Elkezdtük jelenlétiben, és online is tanultunk sorokat, tehát kaptunk anyagot, és ezt nekünk meg kellett tanulni. És ebből raktuk össze végül a koreográfiát, amikor lehetett újra jönni jelenlétiben. Az a táncos, aki nem szívvel táncol, az nem táncos. Az Alba Régi Alapfokú Művészeti Iskola táncos növendékei fognak repetázni, és ez azért is érdekes ez a címadás, mert nagy sikerű volt a június 19-i Szárazéti Közösségi Térben az évzáró műsoruk, annak ellenére, hogy május 10-én kezdhetünk el újra próbálni az összes csoporttal, és repete azért, mert egy fantasztikus ötnapos balatonszemesi táboron vagyunk túl 84 táncosunkkal, aminek az érdekessége, hogy olyan finom ebédet, reggelit, vacsorát kaptunk, hogy mindig mentek a táncosok repetázni, ami nem igazán jellemző egy menzára, tehát a dupla jelentést próbáljuk egy kicsit letuszkolni annak a mintegy 140-150 fős közönségünknek, amire pillanatok alatt elkeltek, illetve hát a regisztrálás során megtelt ez a csodálatos színházterünk itt a táncházban. Akik most ezt a gálaműsort fogják bemutatni, ők a Guba csoporton keresztül, Guba csoport, Derce csoport, Kókonya csoport, Keszőce, Pulutyka és a junior csoport. Ők a negyedik osztályos általános iskolás korosztálytól egészen a középiskolás, sőt már valaki átlépte a 18-at, ezt a korosztályt öleli fel, és amit láthatunk tőlük a Kárpát-medence szegmenséből, mind Dunántúlról, Mátyusföldről, Erdélyből, Vajdakamarásról és Székről látunk táncokat, majd a bukovinai székelységből is táncol a Derce csoport, és Isten őriz, hogy kihagyjak, a felső Tiszavidék nyírségbe bökönyi táncokat láthatunk, és remélem, hogy nem hagytam ki, de nagyon színes műsor lesz ma is. Gubácskáink azok a negyedik osztálytól egészen a hatodik osztályos korosztály. Ritkaság az a felállás, hogy egy csoportban egyel több fiú van, mint lány, mert általában mindig nőuralom van. Az én csoportom 13 fiút és 12 lányt fogyaszt, úgyhogy minden néptáncpedagógus álma egy ilyen felállás, és ők Tardoskertről, Felvidékről, Mátyusföldről fognak táncolni, de a többi műsorszám is fantasztikus lesz. Hogyan tanulják a fiatalok a táncot? Mi az, amit magukkal szippantanak a tánclépéseken túl egy-egy ilyen táncházi program kapcsán?
Nagyon fontos azon kívül, hogy nyilván megtanulják az adott táncanyagnak a tánclépéseit, a viselkedés kultúráját, hogy egy olyan közösségi háttere van ennek a néptáncnak, hogy azt nagyon kevés helyen tudják máshol megszerezni. Tehát hogyan viselkedik a fiú a lány egymással, hogyan segítik egymást adott esetben, hogyan alkalmazkodnak egymáshoz, ez nagyon fontos, illetve a kisebbeknek meg nagyon fontos, hogy lássák, hogy a nagyobbak hogyan segítik szintén őket, tehát ez egy olyan szociális tanulási folyamat, ami szerintem nagyon kevés helyen van meg. Osztálytársak vagyunk. Egy olyan szerencsés helyzet volt, hogy 24-25 fővel egy annyira jó társaság jött össze idén a Táncművészeti Egyetemnek a mesterszak képzésén, hogy úgy éreztük, hogy nem csak emberileg, meg társaságilag vagyunk jók, hanem jók lehetünk akár egy félórás folklor műsornak a összeállításába is, főleg azért, mert az országnak a különböző területeiről jöttünk össze. Úgyhogy mindenki a saját táncát hozta, nyilván a saját táncába a legjobban képbe vannak, úgyhogy egy nagyon vidám és egy nagyon jó hangulatú műsort fogunk szerintem itt mindjárt összerakni. Azt mondtad, hogy mindenki hozta magával a saját táncát. Mennyire volt nehéz akkor így, vagy mennyire volt éppen emiatt talán könnyű összeállítani a produkciót? Ez magától állt össze. Nyilván volt egy keret, ami hogy ki után kikövetkezik, de abszolút improvizáció az egész. Tehát azért mondom, hogy ez egy örömtánc lesz, egy felszabadult örömtánc. És persze lesznek közös megmozdulásaink is, ahol egy picit például egy kalotaszegély legényesben az összes fiú meg tud mutatkozni, vagy végén egy felső tiszavidéki csárdásban. Tehát lesznek ilyen közös pontok, de lesznek ilyen kis apró kis villanások, amit nem minden nap lát az ember, akár színpadon is. Ezért lesz az érdekes ez a műsor. Évvel ezelőtt kezdtem el néptáncolni. Hát igazán azt mondhatom, hogy az identitás tudatot igazán neveli bennem. Ettől érzem igazán magyarnak. Ismerem a népdalokat, ismerem a táncokat, a szokásokat, és ettől én nyugodt szívvel kijelentetem azt, hogy magyar ember vagyok. Bár igaz, hogy Tóth őseim vannak, már egészen 1698-ig visszavezetve, de ettől függetlenül ugye az is ugye Nagy Magyarországhoz tartozott, és ez ennek a kultúrának a része. Számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezekkel a mesterekkel itt lehetek. A fél év során jó barátságok alakultak ki, illetve hát ugye országos rendezvényekről már sokszor találkoztunk. Ti vagytok az ország legjobbjai, és most a legjobbak így összeállnak egy közös produkcióra. Egyrészt különleges, másrészt nem tudom, hogy mennyire van meg koreografálva az egész, vagy miről szól majd a következő fél óra, amit láthatunk. Tuti nagyon különleges lesz. Hát először is köszönjük szépen ezt a bizalmat, hogy mi vagyunk a legjobbak, ezzel azért nyilván kérkednék. Néptáncpedagógusok vagyunk, és ez a feladatunk, hogy mi a gyermekeket fölneveljük, és erre a pályára, illetve szakirány felé orientáljuk. A mai műsorban egyébként nagyon érdekes, ugye olyan félórás műsort hoztunk össze, ahol mindannyian bemutatkozhatunk, megmutatjuk azt, hogy mit tudunk. Már érdekessége az, hogy vannak olyan párosítások is, akik még együtt nem táncoltak eddig, de erre a mai napra összeálltak. Mi Békés megyéből illetve hárman jöttünk, a Mahovics házaspár és én, mi Békés megyei anyagot hozunk, illetve mindenki próbál azért a saját vidékéről hozni táncanyagot, illetve hát az, ami a legjobban közel áll hozzá. Nem
értem pontosan az időt, de szerintem percekig volt vastaps a színházteremben, a táncházban, és az estének még nincsen vége, koncert következik, és természetesen népzene. És hogy a mesterkurzuson pirosra tapsoltuk a tenyerünket, ez egészen biztos, hogy így lesz majd a Góbé zenekar előadása közben, alatt és után is. A zenekar a népzene világába csempészi bele napjaink slágereit. Nagyon-nagyon érdekes lesz, több fehérvári kötődéssel is. Másodperceken belül kezdődik a koncertjük. Aki ismer benneteket, az pontosan tudja, hogy mire számíthat tőletek. De az, aki mondjuk a mai este folyamán először találkozik, és csak mondjuk hallomásból tudja, őnekik mit mondanátok, hogy mi az, amit a Góbé zenekartól kapni fog a mai este folyamán? Reméljük, hogy egy nagyon jó bulit, és hogy a dobosunk Cupiáron szavaival éljek, egy kárpát-medencei fusion folk számokat fognak hallani. Autentikus népzenét fogunk összekeverni mindenféle más műfajú zenékkel. Mint például egy kalotaszegi román ritka legényest fogunk összekeverni, például egy regi alappal. A zenekar egy... Jól mondja? Igen, jól mondja. A lényege a Góbének talán az, hogy azokat a populáris könnyűzenei stílusokat, amiket az elmúlt 20 évben használt a könnyűzene, azokat mi megpróbáljuk összeugrasztani az általunk nagyon szeretett, autentikus kárpát-medencei népzenével, és akkor ebből általában különböző eredmények születnek, különböző stílusok szólalnak meg, elég sokrétű a zenekar, nagyon-nagyon nagy a zenekar hangszerrepertoárja, és igyekszünk ezt a könnyűzenei körítést népzenével fűszerezve, ezt autentikus hangszereken próbáljuk megszólaltatni. Eszközzel zenéltek. Fú, ha jól tudom, meg kell kérdezni a technikusunkat, de jól tudom, akkor a zenekar 28 vagy 30 csatornás, ebből, hogyha leszedem az énekeket és a dobmikrofonokat, akkor egy körülbelül 20 hangszer van a színpadon. Az nem kevés, és azért amit elmondtatok, ebből nekem egy ilyen zenei kavalkád tűnik ki. Hogy alakult a zenekar? A zenekar 2007-ben alakult, még a Bartók Béla konzervatóriumban. Jelenleg a zenekar alapító tagjai közül kettő játszik most a zenekarban, jelenleg is, és akkor nem is tudom pontosan, hogy egy népzenei versenyre indultak el a fiúk, és akkor tették össze az alapcsapatot, akkor még népzenét kezdtek el játszani, és egy Talentométer nevű tehetségkutatóra mentek az A38 hajóra, ahova már egy világzenei dalt vittek, és nagyon nagy sikere volt ennek a dalnak, és így alakult ki a Góbé zenekarnak ez a világzenei profilja, és onnantól kezdve vagyunk jelen nagy színpadokon is. Amikor egy új számot, vagy egy új produkciót összehoztok, akkor az hogy kell elképzelni, tényleg visszakanyarodva erre a kavalkád vonalra, hiszen gondolom, próbálja mindenki hozni a saját maga zenei világát, a saját maga ízlését, a saját maga ötleteit. Hát ugye az alapvető szál, ami összeköt minket, ez a népzene. A zenekar nagy része gyakorló népzenész, de vagy népzenekedvelő, ez per és vagy ez mind a kettő. És általában ez úgy szokott működni, hogy valakinek van egy kedves nótája, amire neki beúrik egy ötlet, hogy milyen köntösbe lehetne bújtatni önmagában ezt a dalt. De hát nyilvánvalóan ez még csak egy teljes vázlatos dolog, és azt valaki lehozza a próbára.
és akkor elkezdünk vele jamelni. Nyilván ezekből az ötletekből akár könnyűzenei ötletek is születnek, vagy hogy stílusváltás is előfordul egy-egy ötlet után, hogy aztán teljesen másképp fog ez megszólalni. Közben nagyon sok nóta szokott eszünkbe jutni arról az egyetlen egy népdalról, vagy népzenei betétről, amit belerakunk a számba, és akkor így valahogy így formálódik. Általában azt szokott tenni, hogy annyi a jó ötlet, hogy nehéz belőle válogatni, és akkor mindig így írtani kell azt, ami kevésbé talán jó, vagy sokszor nagyon sok kompromisszumot kell természetesen kötni így a zenekartagoknak, hogy ki hogy szeretni hallani ezt a számot, de a végeredmény mindig a közös saját dalunk lesz. Hát bevallom őszintén, én nagyon-nagyon jól éreztem magam tegnap este, nagyon tetszett a mesterkurzus előadása is, és aztán a Góbi zenekar koncertje is. Rita, te hogy érezted magad tegnap? Egészen jó volt minden, és azon gondolkodtam, hogy melyik tetszett a legjobban, a Góbi, a mesterkurzus, vagy a fiatalok, de nem tudtam dönteni, mert egyébként mindegyiknél, amikor néztem és élveztem az előadásokat, akkor libabőrös voltam. Lesz ma libabőr? Úgy hallottam, hogy lesz, mert hogy mi lesz ma? Azt mondja, hogy a Puszták népe frontzenekar fog pillanatokon belül kezdeni, és ez egy remek fúziónak ígérkezik, hiszen félig a Galiba zenekar, félig pedig az Alba Regia tánc együttes tagjai fognak zenélni, úgyhogy szerintem biztosan nagyon izgalmas produkciót láthatunk majd. ...2018 körül volt egy ilyen próbálkozás, akkor még nem mint zenekar alakultunk, csak egy zenét, egy videóklipet éppen a páva miatt csináltunk, és ez egy ilyen jó visszhangja volt, úgyhogy utána még egyet abból készítettünk, hogy ne legyünk egy slágeres zenekar, és akkor volt két ilyen videóklipünk, és arra gondoltunk, hogy jó lenne most már így megmutatkozni a közönség előtt. Hát ez egy éves próba folyamat, ami igazából a két számból egyszer csak lett egy órás műsorunk, sok-sok próbával. Az összeállítás pedig úgy néz ki, hogy a Galiba zenekar, ugye az állandó kísérőzenekarunk összeállt az Alba Regia tánc együttes tagjaival. De nem lesz tánc, hanem csak zene lesz, úgyhogy egy ilyen érdekes fúzió ez. Az én liblingem, amihez nekem is közöm van, mint dalszerző, a Haza is kéne már menni című, egy olyan hajnali, amit anno Erdélyben, amikor egy táncházi mulatságnak véget ér hajnalba, ezt szokták énekelni, és abba hagyják a zenészek, nyugovóra térnek, és békében, barátságban a következő bulit várva hazamennek a vendégek, mint ahogy ezt Petőfi is megírta, úgyhogy ez az én kedvenc számom. Az egyszerű, gyárilag sportriporter is nagyon-nagyon jól érezte magát ebben a két napban. Rita, te hogy szórakoztál jól? Nem mondhatok más, azon kívül, hogy nem vagyok sportriporter, de remekül szórakoztam ezen az estén is, és nagyon bízom benne, hogy jövőre már nemzetközi lehet ez a Néptáncfesztivál, ugyanahogyan korábban is. Így legyen, húzz el innét, Covid!